akkor ezt a törvényt nem alkalmazzák. Because it would be only reasonable to say, well, if you shouldn't slaughter a horse in this main square, why should you slaughter a house in this slaughterhouse? Mert nagyon is helyes érvelgetés lehetne az, hogy miért mi a baj az a, tehát miért nem baj az, hogy az állatokat a vágóhídon levágják, ha közben pedig baj az, hogy a lovat kínozni. So the same way, like we have a right for a horse, we have a right for a business, we have a right for each child which is born has new rights, gets a passport, gets a number, gets protection. Ahogyan megvannak az állatvédelmi törvények, hasonlóan a gyermek, ha megfogan egy, tehát megszületik egy gyermek, az ő jogai is azonnal megnyilvánulnak, joga van, állampolgári joga van. Why is there no rights for Mother Earth? Akkor miért ne lehetne a földanyának is egy ilyen fajta jogosultsága, joga? What is Mother Earth? Mi is a földanya? Who is Mother Earth? Ki a földanya? Just a rock? Egy kődarab? With a little mud around? Egy kis agyaggal? Where you can grow your seeds? Ahol a vetőmagokat elültetheted? And then you get some food? És aztán lesz valami ennivalód? Or just some water which runs in and out? Vagy csak a víz, ami ide-oda csordogál? That is my question. Ez a kérdésem. I'm training you up. Most készítelek fel benneteket. For carrying the banner of the rights of Mother Earth. Arra, hogy a földanya zászló, jogainak a zászlóját, zászlóhordozói legyetek. In South America this is now accepted. Dél-Amerikában ezt már elfogadták. But it's not being applied. De még nem alkalmazták. Because somebody says, I am the owner of something. Mert ha valaki azt mondja, hogy én vagyok a tulajdonosa valaminek, that's a big question. Who is the owner? Akkor ugye felmerül a kérdés, hogy valójában ki a tulajdonos? Our Western system is working under the paragraph called the law of conquest. Conquest, mit jelent? Conquest? Conquistador? Hát lenyőr. Lenyőr. Conquest means? It means this. I'm a big guy, strong. Okay. Take this small guy. Now you sit there. Leigázás. Az erő joga. He's my slave now. Okay, leigázás. Huh? Okay. Now slavery was abolished. Ugye a nyugati rendszer az a leigázás elvé működik. But már a rabszolgatartó társadalomnak vége. But it's still going on. Hivatalosan, de gyakorlatban pedig még zajlik. You don't know how many slaves are on this planet today. El sem tudod képzelni, hogy hány rabszolga él a Földön ma. But the thing is that the law of conquest means I can do anything I want. A leigázás elvében az ember bármit megtehet, amit akar. I just gotta be strong enough. Csak elég erősnek kell lennem hozzá. I give you one example. Hozok egy példát. In South America there's a country called Chile. Dél-Amerikában, Chileben. And the neighbor country was Bolivia. Szomszédos ország Bolivia volt. Bolivia. And Bolivia had a big chunk of land touching upon the Pacific Ocean. És Bolíviának egy jó része a csendes óceánhoz érinti. More than 1,000 kilometers. Több mint 1000 kilométeren át. But this is mainly desert. De sivatagos. Rocks and volcanoes. Sziklák, vulkánok. So not so many people live there. És nem sokan élnek ott. So the Chileans. Így hát a chileiek. Secretly they armed themselves. Titokban felfegyverkeztek. And then they invaded this Bolivian area. Bolíviának ezt a részét meghódították. There was just a few border guards. Csak néhány határőr volt. What a border guard is going to do when an army comes? Néhány határőr maga tehetett egy hadsereggel szemben. So when the news went to La Paz that the Chileans took our land, amikor Bolívia fővárosába, La Pazba eljutott a hír, hogy mi történt,
They had already taken the whole thing. Addigra már elég meghódították. So the Bolivians, they went to the court in Hague. Bolíviaiak a hágai bírósághoz fordultak. There's an international court. És egy nemzetközi ügyi alakult. And they said, look what Chile did. They just stole our land away. Nézzétek, Chile elvette a földünket. And the Chilean said, and the court says, yes, Chile has to return that land. És hága döntött arról, hogy valóban Chilenek vissza kell szolgáltatnia az elrabolt földet. Then Chile government, they answered. És a chileiek azt válaszolták. They said, Hare Krishna. They said that we can give it back. Hogy visszaadhatjuk. But first the USA has to give back Puerto Rico and Hawaii. De először az Egyesült Államok adja vissza Puerto Ricót és Hawaii-t. And the English people have to give back the Falkland Islands to Argentina. Az angolok pedig adják vissza a Falkland-szigeteket. And a few other things they said. És még egy más dolgot így felsorakoztattak. If they all give back what they stole, ha mind visszaadják, amit elloptak, we will also give back to Bolivia. Akkor mi is visszaszolgáltatjuk Bolíviának az elrabolt részét. Otherwise we keep it. Különben megtartjuk. So that is the legal term, law of conquest. Yeah, ez volna a leigázásnak, a leigázás elméletének a legalizálása. We teach the children in the school to be honest. Arra tanítjuk a gyerekeket a suliban, hogy becsületesek legyenek. We are proud to say we have law-abiding citizens. A law-abiding? Törvénytisztelők. Szeretjük azt, hogyha a polgárok törvénytisztelők. But our system is based on the rules of thieves. De igazából a rendszer a tolvajok, tolvajlás elvén működik. Everything we have is stolen. Csak lopott holmival rendelkezünk. In one way or another. Így vagy úgy. So, then it's very difficult to define what is honesty. Úgy akkor elég nehéz kifürkészni, hogy mi is az becsületesség. So the law of conquest has not been cancelled. A leigázás törvénye tehát még nincs megszüntetve. They don't like to talk about it. Nem szívesen beszélnek erről. But it's still running principle. De mégis mai napig is működő. Így eszerint működik a világ. And that is the reason why the rights of nature, they are so necessary. Éppen ezért oly annyira elengedhetetlen a természet törvénye. Those who claim this land is mine, akik azt állítják, hogy ez a föld az enyém, he really wants to say, az igazából azt akarja mondani, this is a land which I stole or my forefathers stole. Hogy tulajdonképpen ez a föld az, amit én loptam el, vagy pedig az őseim loptak el. So now, how many rights I have to do with this land what I like? Na most akkor ezek alapján mennyi jogom van vajon ahhoz, hogy azt csináljak azzal a földdel, amit csak akarok? Give you a practical example. Egy gyakorlati példa. I have a beautiful land which my forefathers stole, and there is a very big river born in this land. Tegyük fel, van egy nagy darab földem, amit az őseim elraboltak, és abban egy gyönyörű folyó születik meg. So I say, this is my country, so this is also my river. És azt mondom, hogy ez az én országom, és az én folyóm. But when this river leaves my country, de amikor ez a folyó elhagyja az országomat, it goes into another country, akkor az egy másik országba kerül, which somebody else stole. Amelyiket ugyancsak valaki ellopott. So I think this river is very practical. Úgy gondolom, hogy ez a folyó nagyon praktikus. It can take away all the garbage I have. Minden szemetemet elmoshat. All the dirty water. Az összes szennyvizet. All the industry problems. Minden ipari problémát. Just put it in the river. Csak tegyük bele a folyóba. Just before the river leaves your country. Ide az országunknak azon a részén szennyezik be a folyót, ahol éppen már elhagyja az országunkat. Well, can you do that? Ezt megteheted?
Why not? It's my river. Miért nem? Hát ez az én folyóm. You're going to tell me not to do that? Majd te megmondod a szomszédos ország, hogy ne tegyem ezt meg? Law of conquest. Itt megint csak a leigázás. I conquered this country. I conquered. Rather that you're my lawyer, you can look. So early? Yes. I'm so sorry. A conquered is a whole. Then you have to listen to the class later. I do. Okay. Occupy, working. Greet your family. So, the rights of nature means you are not the owner of this land. A természet törvénye alapján nem te vagy a föld tulajdonosa. And you are not the owner of this river. És a folyó tulajdonosa sem te vagy. This land under the criteria of the overall well-being. Minden élőlény javára javát szolgálja. Has its own rights. Az a bizonyos föld, és megvan a saját maga joga. This Mother Earth has rights. Így hát a földanyának joga van. This river has rights. Megvan a joga a folyónak is. This forest has rights. Az erdőnek is. This mountain has rights. A hegynek is. Which are not yours. There is no paper in the world which can say, hey, you are the owner of this land, mountains, rivers and everything. It's not de possible. De igazából nem létezik olyan papír, ami azt, amiben le lenne fektetve az, hogy te vagy a tulajdonosa egy hegynek, vagy egy folyónak. Of course, the thieves, they can give each other certificates. Természetesen a lopók adhatnak egymásnak igazolásokat. They can say, okay, you're the owner of the World Bank, or you are allowed to print money. Ugye mondhatják azt, hogy itt van neked az engedély ahhoz, hogy te vagy a világbanknak a tulajdonosa, vagy megadják a jogot valakinek, hogy pénzt nyomtasson. Somebody prints money. Mi van, aki pénzt nyomtat? So why I cannot print money also? Akkor én miért nem nyomtathatok? I can buy a printing machine. Vehetek egy nyomtatót. And I would say, this is the money, which I like to design, and here. És itt van, én ilyenre tervezem meg az én pénzemet, és kinyomtatom. But if I do that, they want to throw me in jail. De hogyha én ezt megcsinálom, börtönbe tennének. So, this question of who is the owner of something, that has been answered by Bhagavad Gita and Ishopanishad. A Bhagavad Gita és az Ishopanishad adja meg a választ arra, hogy ki a valódi tulajdonos. Ishavasya idam savam jatkincha jagat jam jagat tena taktena bunjitaha magritaha kasya svitanam. That everything in this world is owned by the Supreme Lord. A világon mindent a legfelsőbb Úr birtokol. And he has given to each and everyone as much as they need. És mindenkit ellátja, mindenkinek annyit ad, amennyire szüksége van. And that is mercy. It's not your right. És ez pedig, amit kapsz, ez kegy, nem pedig a jogod. The sun shines on you out of mercy. A nap az kegyből ragyog rád. The water comes from the mountain by mercy. A víz a hegyről ugyancsak a kegy által érkezik hozzá. You cannot say it's my right. Nem mondhatod azt, hogy a jogod. Because you don't even know if you're going to be born, still alive tomorrow morning to see the next sunlight. Ugyanis fogalmad sincs, hogy holnap reggel, amikor a következő napsugarak előbújnak, még élsz-e. So it is a very big issue. Úgyhogy ez egy nagy történet. The rights of nature means the rights of sensitive people. A természet törvénye, ugye, azt jelenti, hogy az emberek, azok, akik ezzel foglalkoznak, hogy azok érzékeny emberek. People with integrity. Vagyis integritás. So they will understand. Of course, I cannot poison the river. És természetesen meg kell értenem, hogy nem mérgezhetem meg a folyót. And I cannot destroy the mountain to get some metal from that mountain. És nem mondhatok el egy hegyet csak azért, hogy hozzájussak valami érchez.
unless it is a joint decision. Ha csak nem, ez egy közös döntés. Some things in life are joint decisions. Vannak közös döntés alapján megszületett döntések. And there is a right to derive a joint decision. És jogunk van ahhoz, hogy közösen létrehozzunk. And actually the scriptures, like Manu Samhita, they give the ordinances for how joint decisions can be arrived at. Manu Samhita az pontosan leírja, hogy hogyan történjenek ezek a közös elhatározásra született döntések. Even decisions for killing. Akár még az ölés elhatározása is. Sometimes we have to kill somebody. Néha szükségessé válik, hogy valakit meg kell ölni. If somebody goes around and all he does is killing little children. Hogyha azt látjuk, hogy valaki fegyverrel megy és sorba lövöldözgeti a gyerekeket, then they catch him. Akkor elkapják az illetőt. They bring him to in front of the judge. A bíróság elé viszik. Look what he did. Megnézik, hogy mit csinált. Is it proven? Bizonyítást nyert. What shall we do with him? Akkor mi legyen most vele? And if there's capital punishment? És ha van halálos ítélet az adott országban? Then he will say, no more right to live. This person has given too much trouble on this world, no more right to live. Ennek a személynek, ez a személy annyi problémát okozott a világnak, hogy megfosztjuk az élethez való jogától. So that is there. There are limits on everything. Minden korláta van mindennek. So, in the protection of this Mother Earth, a földanya védelmében, there must also be rights to be defended. És lenniük kell a jogok, bizonyos védelmi jogoknak. And if we are conjointly deciding that we have to destroy some part of nature, és hogyha úgy döntünk, hogy a természet egy bizonyos részét átalakítjuk, vagy we have to define what is the price of it. Vagy ugye megroncsoljuk, akkor azt rá kell jönni, meg kell határozni, mekkora kárt okozunk valójában. Like sometimes when we construct houses. Például házépítés. Maybe there is a situation where we have to cut a tree. Lehet, hogy egy házépítésnél megkívánja a helyzet, hogy ki kell vágni egy fát. So you cannot just come and cut the tree. Ez nem úgy működik, hogy csak odamész. You have to pay a price for that tree. Ezért meg kell fizetni ennek az árat. Meg kell fizetni az árát. And what is the price? És mi az ár? You can cut the tree, but you have to plant 100 trees and make sure they grow. Ha egy fát kivágsz, cserébe ültesz 100-at, és gondozz őket, biztosíts őket abban, hogy kinőnek. So then, by the court of law, this is authorized. És ez jogilag hitelesített, vagyis elfogadott. So, when we respect Mother Nature, ha így módon tiszteljük a földanyát, and we respect the appropriate payment, és megfelelően megfelelően fedezzük a dolgokat, we can live peacefully in this world. Akkor békében élhetünk a Földön. And not get any bad reactions. És nem kapunk semmilyen kellemetlen visszahatást. Krishna will take care of it. Krishna fog gondoskodni mindenről. But if we do not accept this, de ezt nem fogadjuk el, like I give you one example. Hozok egy példát. Very 2 years ago in one city in Chile. 2 évvel ezelőtt Chileben egy városban. They were having many, many mines producing silver, gold and copper. Elég sok ezüst, arany és vörös rézbánya volt. Now to produce silver and gold and copper, you need cyanide and you also need mercury. Ahhoz, hogy ezeket ki tud bányászni, szükség van ciánra és higanyra. There is a process where you take a mountain. Yeah, ebben a folyamatban lebányászod a hegyet, and you grind the mountain into small particles. Ledarálod.
And then with these chemicals, you can extract the metals from és that. Ezek vegyszerek vegyi úton kivonod belőle. I'm not a physicist, so I don't know exactly how it works. Nem vagyok vegyész, úgy nem tudom pontosan, hogy működik. And after you've taken out the gold, és miután hozzájutottál a silver and copper, arra a nemes fémekhez, then that which remains behind, ami visszamarad, it is contaminated by cyanide and mercury. A ciánnal és higannyal fertőzött, vagy mérgezett. So there was one city in Chile where they had many mines like this. És egy chilei városban több ilyen bányájuk is volt. And they were keeping in big, huge tanks all this contaminated water and rocks. És nagy tározókban tartották ezeket a ipari szennyet. And then there was a big natural huge rains came into the mountains. És jött egy óriási zápor, tehát felfoghatatlan méretű zápor. And then by all this rain, all these tanks broke open. És a hirtelen áradás miatt ezek a gátak elszakadtak, ugye. And a river of poison came down the mountain. És így a hegy oldalból méreg folyók straight into the city of Copiapó. Zúgtak le a Copiapur nevezetű városba. I think the poison which was produced when the Mandara was churned, it was very little in comparison. Azt gondolom, amikor a Mandara-hegyet köpülték, köpülték a tejóceánt, akkor az ott keletkező méreg az semmi sem volt ahhoz képest, ami itt keletkezett. Even though the Bhagavatam says it was extremely poisonous and could kill anybody. Annak ellenére mondom ezt, hogy a Bhagavatamban olvashatjuk, hogy ez a méreg olyan mérgező volt, hogy bárkit megölt volna. Yes, Krishna. Exactly the same happened in Verespatak in Pennsylvania near the Hungarian border. And the river Tisza was poisoned by cyanide until till the Danube all the poison. So the rights of nature have to be protected. Otherwise nobody is accountable for anything. And the criminals can do anything they want. But if we all get together, all the sensible human beings, érzékenységgel, megfelelő érzékenységgel az emberek ezt együtt csináljuk. Then we can defend the rights of nature and create it as a legally binding protection code. Akkor megvédhetjük a természet jogait, és ha ez törvényben van foglalva, akkor ez működik is. Anyhow, this is what the Bhagavatam teaches us. Erre tanít bennünket a Bhagavatam. And the Brahmins, they're the ones who to guide us. És a bráminok azok, akik ebben vezet útmutatóink. And the kshatriyas, they're supposed to defend it. A kshatriák pedig azok, akik védelmezik. And the vaishyas are supposed to obey. A vaishyák pedig, akik engedelmeskednek. But today, the government is simply made up by the gundas. De sajnos ma a társadalom élén a gundák, vagyis a bűnözők vannak. They are not brahmanas, they are not kshatriyas, they are not vaishyas, and they are not shudras. Nem tartoznak egyik rend, egyik társadalmi réteghez sem. They are simply materialists. Nem csak simán materialisták. To take away all what they can from the others. És azon vannak, hogy elvegyenek másoktól mindent, amit csak lehet. Gunda means criminal. A Buddha tulajdonképpen azt jelenti, hogy bűnözön. And because they're following the criminal principles, és mivel bűnelveket követnek, they will throw the innocent into jail, and the criminals, they are feasting. Az ártatlanokat börtönbe zárják, a bűnözők pedig ünnepelnek. That is Kali Yuga. Ilyen a Kali Yuga.
So I could go on with this lecture. És ezt folytathatnánk még. I was supposed to get this. Oh, this was all that. You were supposed to get what? Sorry. No problem. No problem. I couldn't follow you, sorry. To read from the Bible. Yeah. But anyhow, now the time is out. And I thank you very much. Let's fight for the rights of nature. Úgyhogy küzdjünk akkor együtt a természet jogaiért. Be part of the solution. Légy a megoldás része. So otherwise the criminals gonna do the with the rest of the world, it will not be good news. És különben a bűnöző kezébe kerül minden, és akkor nem jó annak a dolgok. Like my very dear friend, the chief of the Uva tribe. Mint az egyik egy nagyon kedves barátom, az Uva törzs főnök. This gentleman was told that in his territory they were going to drill for oil. És mondta, hogy az ő területén olajat keresnek. Vedito. Cuaradia. He sat together with all the elders. És összejött a bölcsekkel, a törzs bölcseivel. And they discussed the situation. És átbeszélték a szitut. And they're living in the Amazons. Amazonról van szó. Their territory is very big. Nagyon nagy területről. It goes from the Amazon rivers all the way to the Cucuy, which is a mountain range almost 6,000 meters high. Az Amazonas folyó végig egészen egy hegyig, ami 6 méter magas csúcson. 6,000. So they got together and discussed the situation. És összeültek ezek az öreg vének tanácsa, az indián törzs vének tanácsa, hogy megbeszéljék a helyzetet. So what to do? Mit csináljunk? They have no arms. Nincsenek fegyvereik. How they gonna stop the international companies? Hogyan van képesek egy nemzetközi céggel szembe szállni? With come with license and the military behind. Akik mindenféle papírral és hadsereggel érkeznek. So Benito wrote a letter to the president of Colombia and to the whole world. Ez a törzsfőnök Kolumbia miniszterelnökének és az egész világ számára írt egy levelet. And he wrote, if you come here and destroy our land, azt mondta, hogy ha ide jöttök és tönkreteszitek a földünket, all of us, the whole tribe will commit suicide. Akkor az egész népcsoportunk, tehát a törzs csoportos öngyilkosságot követel. So much determination they had to fight for Mother Earth. Ilyen eltökéltséggel küzdöttek a földanya jogaiért. To sacrifice their life for it. Képesek lettek volna feláldozni az életüket érte. When this went out into the world news, és amikor ez a világsajtó megjelent, Colombia was so embarrassed. A Colombia ezen annyira kibukott. Of pushing an entire tribe towards extinction. Hogy egy egész népcsoportot tulajdonképpen egy törzset így módon veszélybe sodorni. One battle was won. Az egyik csatát megnyerték. They cancelled the drilling rights to the Oxy company. Az Oxy cég számára megkiadották a fúrási engedélyt. So sometimes you can win a case. Néha megnyerhetünk eseteket. But only with great sacrifice and great solidarity. De csak nagy szolidaritással és áldozatvállalással. It's a difficult time this planet goes, this earth goes through. A Föld nehéz időket él. But we have to stick together. De össze kell fognunk. And that's what we do in part. És ezt csináljuk a részekben. Because as followers of Chaitanya Mahaprabhu. Mert Chaitanya Mahaprabhu követőiként. We have to protect the innocent. Védelmeznünk kell az ártatlanokat. We have to protect the
defenseless. És mit védelmeznünk kell a védteleneket. Even if that means that we are undergoing some dangers. Még annak árán is, hogy veszélynek tesszük ki magunkat. Right, Aranya? So the movies which Aradhya Prabhu is making, a film, amit az Aradhya Prabhu csinál, they're all about this subject. Az összes filmje erről szól. The rights of nature. A természet jogairól. And what is it what we have to protect? És mi az, amit meg kell védenünk? Because most people they don't know. Az emberek többsége nem is tudja, miről van szó. As a matter of fact, if you eat meat, ugyanis ha például valaki fogyaszt húst, You tell one animal, you know, you have no right to live because I want to eat you. Azzal azt mondod az állatnak, hogy neked nincs jogod élni, hiszen én megeszlek téged. And nobody will come to protect this animal. És senki se védelmezi azt az állatot. Any questions? Kérdés. Is there any question to this? Are you ready to defy the rights of nature? Maybe Keshava Maharaj wants to have an office of the rights of nature in the matchless gifts. Keshava Maharaj szeretne a központjában egy ilyen természeti jogi irodát létrehozni. And join some lawyers and write up the Rights of Nature Act and connect with the European Union Rights for Nature Movement. És jogászokkal összefogva csatlakozni az európai természet jogokért küzdő szervezetekkel. It's a long going process. Ez egy hosszú folyamat lesz. But if nobody takes up the subject, senki se vállalja fel, then nothing will happen. Semmi se történik. Any more questions? Egyéb kérdés? We leave by 9:30. Yes, Keshava Maharaj. What do you think about for devotees to join to the street, ez a tüntetés. Demonstrations. See demonstrations. I always do that. This is a great Harinam opportunity. Mindig szoktam tüntetéseken részt venni, ez egyúttal Harinam lehetőség is. If a demonstration is going on for something good, hogyha a minőcén érdekében tüntetnek, like in Hungary we always had the defense of the animals, yes, demonstration. Yes, of course we go also and we sing and give out prasadam and we support good causes. Hogyha Magyarországon volna valami állatvédelmi felvonulás, akkor miért ne vennénk azon részt? Mi magunk is, és osztatnánk prasadot. In Chile, we have a special secret. Chileben van egy titkunk. It is called La Batucada. You know what's that? Or a Hainan party. It doesn't have a medanga. Our Hainan party has at least 20 drums. And they sound very loud. And you have rhythms. Tum 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 ta 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 tum 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 ta 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 tum ta 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 tum ta 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 tum 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 ta 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 tum 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 tum. This is the Mother Earth beat. Ez a ritmus a földanya ritmusa. This is actually coming from the Mexicas, from the culture of the Mexico Huicholis. A mexikói egyik törzstől származó ritmus ez, és ők hívják ezt a földanya ritmusának. We have this drumming people also there. És ott is vannak ilyen dobosaink. Sometimes 50 drums. Néha 50 dobos is részt vesz. 100 drums. 100.
8,000 drums. 8,000. Depends on the occasion. Esettől függő. So when the people go out on the street, az emberek kimennek a szobába, for some good cause, valami jó cél érdekében, and we come with our drums, boom, 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 boom. És megjelenünk a dobjainkkal. Then they always say, oh, thank you, you have come here. Lábkarokkal fogadnak benne. They all become our fans. A barátaink lesznek. And they want us to go in front and to pick. És előre küldenek bennünket. So, we were leading up one demonstration in New York. Éppen New Yorkban is csináltunk egy tüntetést. 400,000 participants. 4,000 résztvevő. 400,000 résztvevő. It was organized by Avaz. Avaz szervezte. So we participate. We're socially interacting. Részt szoktunk venni. Mi interaktívak vagyunk. We are not indifferent. Nem. Nem vagyunk semlegesek. Ja. Some devotees, they're just like horses. Some devotees are like horses. Vannak olyan bakták, akik úgy hajtanak, mint a lovak. They put the eye flaps. Vagyis szemellenzősek. They can only go this way. They don't know what's on the side. És nem tudják, hogy mi van jobbra, meg balra. But if you read Krishna Samhita, de ha Krishna Samhitát elolvastad, you can understand that's not bhakti yoga process. Akkor megértheted, hogy a bhakti yoga az nem szemellenzős. Ah, this actually a devotee. If somebody tortures somebody in front of me. Hogyha valaki, ha előttem kínoznak valakit. I should chant my japa. Akkor nem mondom, csak japázgatnom kéne. A person is suffering there. És ott szenved valaki. It's not our philosophy. Ez nem a mi filozófiánk, hogy ez közömbösek maradjunk. Now we shouldn't give up our japa and stop chanting. We have to follow the guru. Yeah, kövessük a gurut. When Subhash Chandra Bose came to Bhakti Siddhanta Saraswati and he asked him, please give me your brahmacharis for my war against the British. Mikor Subhash Chandra Bose forradalmára elment Bhakti Siddhanta Maharajhoz és azt mondta Bhakti Siddhanta Maharajnak, kérlek, adj nekem egy csomó brahmacharit, hogy segítsenek nekem az angol elnyomás elleni küzdelemben. Then somehow he could explain to Subhash Chandra Bose that these devotees are doing even a higher work for liberating the country. Bhakti Siddhanta Maharajnak sikerült elmagyarázni, hogy az ő brahmacharjai igazából sokkal nagyobb küzdelmet és sokkal nagyobb értékű küzdelmet folytatnak a világ, az országért. So, mint a szabadságharcosok. They remained friends. És barátok maradtak. And the brahmacharis stayed preaching. És a brahmacharik továbbra is prédikáltak. Okay. Any other question? I'm very sorry that we are leaving Hungary so quickly. Nagyon sajnálom, hogy Magyarországot ilyen hamar elhagyjuk. But I hope we're leaving some ideas behind. De remélem, hogy hajtunk magunk mögött valami. For Berlin, Yatra, for location, ötleteket. Thank you, Dan. Chopra Yatra. Chopron Yatra. Chopron Yatra, Berlin Yatra, Ikebar Yatra, and our Aladia, first time or second time in Hungary, first time together with me. And the day of his film premiere. Today? Yeah. Oh, very good. You get some news clipping from that. Newspaper coming? Actually. I hope. Well, this is Kintin Lame is he's more important than Mahatma Gandhi. Ez a Kintin Lame, akiről csinálta a filmet az Aradja és akinek a filmemutató lesz ma este. He has done the unbelievable. Fontosabb személyiség, nagyobb személyiség mint Mahatma Gandhi, hihetetlen dolgokat. Gandhi started the independence movement of all of India. Indiai független, Gandhi az indiai függetlenségi mozgalom atyja.
But Kintin Lame, he recuperated lands for all the native tribes in Colombia who had been practically on the killing list. Kintin Lame pedig a földönfutóvá vált és a halálsoron, gyakorlatilag halálsoron levő törzsek lakosságai számára biztosított földet. A very historical figure of the non-violence movement. Az erőszakmentes mozgalmak egyik fontos erőszakmentes figurá, egyénisége. These people have no knowledge of that. Az emberek nem is tudnak róla. Because the governments have not allowed this news to go out. Mert a hatóság nagyon vigyáz rá, hogy ezek a hírek ne terjedjenek el. And now Aradia is also planning to make some more movies. És Aradia most még további filmek készítését tervezi. For some important freedom fighters. Néhány fontos szabadságharcos számára. We have three movies coming up. Három film készül. The one and foremost was when the Christians were kicked out from the Sierra Nevada. Egyik és a legfontosabb ezek közül, amikor a keresztényeket kirúgták Sierra Nevada. Dionysia. Dionysia was a woman who kicked out the Christians from the mountains. Ez a Dionysia nevezetű hölgy a hegyekből elhajtotta a keresztényeket. And the people who helped her, some of them were killed. It was a very dangerous situation. És akik segítették, azok az emberek közül többet meg is öltek, tehát ez egy veszélyes szituáció. Then he's going to make a movie about Abuelo. From Medellin. Yes. There was one indigenous child which the Christians kidnapped from the tribes. And they made him into a Christian preacher. Volt egy fiú, egy törzsi csoportban való fiú, akit elraboltak a keresztények. Rodolfónak hívták, és a keresztények, keresztény prédikátorra tették. And then their plan was to take over the whole tribe with the people they kidnapped there. És az volt a tervük, hogy ez a janicsár-szerű prédikátor segítségével a törzs többi tagját is átérítik. So Rodolfo learned the whole Bible rap. És Rodolfo kívül tudta a Bibliát. But when he was 16 or 17, de amikor 16-17 éves volt, he could see that what they are saying about Jesus is the same thing he had heard from his grandfathers. Megértette, hogy amiről a keresztények beszélnek, az ugyanaz, mint amiről a nagyszülei beszéltek. The only difference is their grandfathers, they were practicing it, and the Christians were not. Különbség az, hogy a nagyapja, nagyszülei gyakorolták is azt, amiről beszéltek, a keresztények pedig nem. So Rodolfo ran away, went back to his tribe where they had kidnapped him. És Rodolfo megszökött, és vissza sikerült találni a törzshöz, ahonnan elvitték. And he warned everybody. És mindenkit figyelmeztetett. Today he's one of the leaders of the native movement of America. És ma már ez a személy a dél-amerikai indiánok egyik fővezetője. And then another movie which is in the making is the making of Atikigwa's struggle for the rights of nature. És még egy film készül, ami a földanya jogaikért való küzdelemről szól. Who knows which will happen to this filmmaker business? De ki tudja, hogy ebből az ő filmiparjából mi, tehát hogy az mivé fejlődik. So far it has worked very nicely. Eddig nagyon jól működött. And he has won many film prizes. És vannak komoly filmdíjai. So, but the real meaning of those films is the message. Ezeknek a filmeknek az igazi értelme az üzenetük. They are not commercial films. Ezek nem üzleti filmek. But they are very beautiful. De nagyon szépek. So I hope you get also to see something. Remélem, hogy párat, mert ti is meg tudtok nézni. Of course, with Hungarian subtitles, this is very heavy work. De magyar, így ha magyarul kell feliratozni, nagyon nehéz lesz. They are getting ready for tonight, Hungarian subtitle. Really? Yeah. No. Written subtitle, yeah.
This is the idea. Wow. I mean, they are working on it. Who made this? Who? Madhavi and Gopinath. So till 6 p.m. and they will send and then Aradhya will... This is for today. Don't miss out on it.